Üdvözöllek! Bár a Visual Studio egy alapvetően eléggé jól használható, fejlesztő környezet, azért vannak olyan funkciók, amelyek hiányoznak belőle. Szerencsére ezeket lehet pótolni, már az ingyenes változatban is. Ha jól emlékszem, a 2013-as verziótól van erre lehetőség, az ingyenes változatban is. Vagyis arra, hogy különféle kiegészítőkkel bővítsük a tudását. Ezen a címen felelhetünk egy csomóféle kiegészítőt, és az egyik általam hiányolt funkció az a sorok duplázása. Tehát, hogy ne kelljen a Ctrl-C-vel és a Ctrl-V-vel ezt megtenni, illetve akár kijelölni se kelljen a sorokat. Ezt nem tudja alapból, de hogyha itt rákeresünk arra, hogy duplicate, akkor egyébként itt van, erről lenne szó, ezt ki is választhatjuk. És itt, ezt kiválasztva, hát itt le is tudnánk tölteni, csak igazából ez teljesen felesleges, mert ezt megtehetjük, hogyha a Tools Extensions and Updates menüpontot kiválasztjuk, és itt az online-ra átváltunk, akkor itt rögtön betölt egy lista, de itt nyilván tudunk keresni, és ugyanúgy rá kéne itt keresni, és itt van, erről lenne szó. Ezt le kéne tölteni, ezt gyakorlatilag egyetlen klikkel, na jó kettővel megtehetjük, illetve újra kéne indítani ahhoz, hogy a változtatások életbe lépjenek, de most bedobta ide ezt az oldalt, de nem érdekes. Tehát akkor indítsuk újra. Rendben, újra is indult. És akkor ez hogyan működik? Hát alapvetően úgy működik, hogy beállunk egy sorba, akár a végére, akár ide a közepébe, mindegy, hogy hova, és akkor az Alt-D-t lenyomjuk. Látható, hogy rögtön duplázt az adott sort. Nem kell nekünk sem kijelölni, sem a Ctrl-C-t, sem a Ctrl-V-t használni. Ez nem egy rossz dolog, én úgy gondolom, legalábbis számomra hasznos szokott lenni. Csak az a baj, hogy nekem az Alt-D az igazából kényelmetlen, mert nekem a Ctrl-D az valahogy jobban kézre áll. Szerencsére ezt át lehet állítani itt a Tools Options-ben, és itt a keyboardot kéne kiválasztani. Itt rá kéne keresni az adott parancsra, dupli, itt van. És láthatod, hogy az Alt-D van hozzá rendelve, ezt el tudjuk távolítani. Ide állva lenyomjuk a Ctrl-D-t, és akkor hozzátársítjuk. Ez alapvetően egy más funkcióhoz van hozzá rendelve, én ezt már megszüntettem korábban, de neked majd itt lesz egy kérdés. Ettől függetlenül hozzá lehet rendelni ehhez, és akkor nyilván a másik funkciótól eltűnik. De egy tetszőleges, beállítható, tetszőleges billentyű kombináció valójában. Oké, nyomok egy Ctrl-D-t, látható a kérdéses sor rögtön duplázásra kerül. Persze ezt így akárhányszor meg lehet ismételni. Illetve, hogyha kijelölünk egy részt, akkor a kijelölt részt is lehet ezzel duplázni, vagy hogyha egy több sort jelölünk ki, Ctrl-D, akkor a több sort is meg lehet duplázni. Hát ez így működik igazából. Tehát erről az oldalról egy csomó ilyen kiegészítőt letölthetünk, vagy hát ugye akár innen is. Hát célszerűbb nyilván innen intézni a dolgot, mert minek töltögetnénk le külön, amikor ezt itt is megtehetjük. Törölni egyébként, itt kikeressük ebből a listából, itt van, látható telepített részben vagyunk most. Kiválasztjuk, és akkor vagy kikapcsoljuk, vagy pedig töröljük. De én ezt nem fogom törölni. Hát ez így működik, illetve van még egy dolog, ami figyelmet érdemel, ez a NuGet-nek nevezett Package Manager. Ezzel különféle library-ket, framework-öket, meg mindenféle okosságot tudunk a projektünkben nagyon egyszerűen használatba venni. Látható, itt van például Bootstrap, vagy jQuery, vagy ilyesmi, a webes dolgokhoz nyilván. De van itt egy csomó más is, például, ha MySQL szükséges egy programunkhoz, akkor az itt fellelhető szintén, és ezt gyakorlatilag egy klikkel használatba vehetjük a projektünkben. Hogyha ezt kiválasztjuk, akkor látható, itt van egy ilyen parancs, amit hogyha kiadunk, akkor gyakorlatilag eléggé fájdalommentesen ezt használatba vehetjük. Nem kell semmi más csinálnunk. Ezt itt a Tools-ban találjuk, legalábbis akkor, hogyha 2015-ös verzióval rendelkezel, illetve hát nem tudom pontosan, hogy melyik verzióban jelent meg beépítve, de biztosan itt van látható NuGet. És akkor itt van a konzol, ide tudjuk beilleszteni ezt a parancsot, ami itt van. Hát a telepítésére szolgál tulajdonképpen. Hogyha ez nem szimpatikus, jobban szeretjük a vizuális felületet, akkor itt a következő lehetőség. Hogyha a Browse lapon állunk, akkor itt tudunk telepíteni, amire épp szükségünk van. Itt meg nyilván a telepítettek lennének, itt pedig azok, amelyekhez van frissítés. Hát tulajdonképpen itt
akármit tudunk egy-két klikkel használatba venni, ki kell jelölni, hogy mihez szeretnénk ezt, és akkor a telepítésre kéne kattintani, de itt van a törlés is, hogyha már éppen nincsen rá szükség. A 2013-as verzióhoz, úgy emlékszem, alapból ez nem érhető el, de hogyha itt rákeresünk a kiegészítők között, akkor ezt tulajdonképpen fellelhetjük ahhoz is. Itt van rögtön a legelső, és akkor ezt telepítheted a 2013-ashoz szükség esetén. Persze megteheted, és hát célszerűbb is itt a Tools menüpontban elérhető Extensions and Updates menüpontot kiválasztva. Hát tulajdonképpen erről lenne szó. Én úgy gondolom azért eléggé hasznos dolgokkal lehet bővíteni így az egyébként sem kis tudású fejlesztő környezetünket.